Egy kis pók vagyok, és Lukász a nevem. Hopp! Ha van kedved hozzá, barátkozhatsz velem. Az életem kalandos, érdekel, gyere! Játszunk együtt, hajrá, most csapjunk is bele! Lukász a pók. Babysittelek. A bagolysitter. Talán nem annyira rosszul. A naplemente az mindig szép. Dibli, dubbi, didli, azt nézem épp. Lukász! Álló, te vagy az? Lukász! Kis bagolyhoz képest elég hangos. Hé, mi volt az? Álló, minden rendben van? Lukász, úgy örülök, hogy itt vagy. Egy rémisztő hang ébresztett fel, nagyon hangos volt. Nem szeretem, ha hangos zajok ébresztenek fel. Biztos, hogy nem akart rosszat. De nem szeretem. Miért nem maradsz velem egy kicsit? Én lehetnék Lukász a mamád. Megtennéd értem? Persze, gyere be! Hú! A házad annyira gyönyörű! És annyira fényes! Érezd magad otthon! Hát jó! Hé, Lukász! Árló egy kinti barát! Nem kéne figyelmeztetni, hogy most bent van. Csak megijedt egy zajtól. Én meg vigyázok rá egy kicsit. Segítesz? Nem tudom, hogy kell egy bagolyra vigyázni. Biztos nem nehéz. Nekem ez így nem tetszik. Avokádó, mi történt? Megtámadott engem. Csak birkózni akartam. Mi azzal a baj? Nem birkózhatsz olyannal, aki nem akar birkózni, Árló. Ennek meg mi baja? Fogalmam sincs. Birkózni akarok! Birkózni akarok! Birkózni akarok! Birkózni akarok! Birkózni akarok! Jó, birkózzunk, de csak játszunk. Nem igazából birkózunk. Ez az! Birkózzunk! Ne karmolj! Óvatosan, Árló! Avokádó sokkal nagyobb nálad! A torlang! A farkang! Szerinted még mindig avokádó nyer? Ez csikiz! Ez nem csikiz! Nem. Nagyon menő! Egy ház egy másik házban. Légy óvatos bent! Én mindig óvatos vagyok, ez meg mi? Egyáltalán nem az. Megtennéd, hogy leteszed? Ez így lesz, szokott jönni? Ne! Ne pörgesd! Ez vicces volt. Ez nem volt vicces. Ez jó. Hű, itt fent egy csomó cucc van. Hogy tudtál ekkora rumlit csinálni? Rumlit? Anyu megrágja az ételt és átköpi a számba. Lukász, megrágnál egy kis ételt és átköpnéd a számba? Én igen. Tényleg? Miért? Mi a baj ezzel? Rendben, kezdhetjük. Először nem kéne feltakarítanod? Rendben. Fú, nem könnyű Lukász mamának lenni. Szállj ki a vizes tálkámból! Mi történt? Nézd, mit csinál! Ez a fészek nagyon kényelmes! Lukász! Árló bement az ágyamba, az enyémbe! Legalább kiszállt a tálkádból. Ennyi, én kiszállok. Beszélhetnék egy kicsit veled, Lukász. Valószínűleg nem tűnt fel neked, de nem vagyok túl boldog. Kérlek, csak most az egyszer hadd aludjon az ágyadban. Nem sokára elmegy. Rendben, most az egyszer, de én nem fogom megkedvelni. Ezt megértem.
Szóval most már el fogsz tudni aludni? A mese után. A mi után? Mese után. Anyu mindig mesél nekem esti mesét. Jól van. Talán ezt most nem értem. Aztán a kis bagoly fióka megmentette a sárkányt a félelmetes királylánytól, és azonnal aludni ment, hogy az összes barátja is aludhasson végre. Hát nem aranyos, amikor alszik. Jó mese volt, mesélnél még egyet? Itt az alvás ideje. Nem, az ébresztő ideje van itt. Na, megint bőgni fog. Mama! Mama az! Hazajött! Ó, juhú! Mama, mama! Jövök már, mama! Köszönöm, hogy vigyáztál rám, Lukász. Kedves vagy. Hát, ez elég érdekes este volt, Árló. Remélem, jó volt. Igen. Hé, lehet, hogy maradhatok még. Ne! Vagyis, szerintem meg kéne nézned a mamádat, majd még később is átjöhetsz. Rendben, Lukász, a később az jól hangzik. Akkor ma még átjövök, szia! Azt mondta, hogy ma átjön. Csak hajrá, Lukász mama. Lukász a pók. Hé! Ó, hello! Valami van ott fent. Didli dadli dudli hé, hipsi hopsi ne henyéj. Didli dadli dudli hó, zengje most az énekszó. Énekeljünk, énekelni jó. Didli dadli dudli dám, nem baj, ha zagyvaság. Ó, rajtam kívül hallja ezt valaki? A szuper kutya füleim szerint. Csicsergés. Jó, de honnan jöhet? Úgy tűnik, hogy onnan fentről szól. Túl sötét. Nem láttam ott semmit. Tudjátok, fura érzésem van ezzel kapcsolatban. Ki kell derítenünk, mi lehet ez? Ez egy madár? Hát, majd mondjátok el, mi volt. Lehet, hogy magától is elmegy. Hé, srácok, ez csak egy madár a kéményben! Srácok, srácok, ez csak egy madár! Nem fogunk semmit aludni, ha ez így marad. Úgy tűnik, valakinek fel kell menni arra a sötét, ijesztő helyre, hogy kiderítse, honnan jön a hang. De kinek? Miért néztek rám így? Megvan minden, ami kell. És itt egy mazsola, ha netán megéheznél. Nos, akkor felmegyek arra a sötét, ijesztő helyre. Hé! Lehet, hogy csak egy kaland lesz. Te nagyon szereted a kalandot. Szerintetek mennyi ideig leszek fent? Lehet, hogy órákig. Vagy napokig is. Hetekig is lehet. De talán nem évekig. Nem évekig. Értem. Remek. Jól van, sziasztok! Remélem, hamarosan jövök. Nem sokára. Hajrá! Már most hiányzol. Ez gyors volt. Megnézted? Semmit sem láttam fent. Ó, van egy ötletem. Tessék! Így már látsz a sötétben, tesó! Köszi! Megint viszlát! Viszlát! Meg tudom csinálni, mert pók vagyok. Ő a legbátrabb pók, akit ismerek. Ő az egyetlen pók, akit ismersz. Kísérteties. Otthon ne próbáld ki. Vár rám a kémény, jó lesz nekem. Persze, ha meggondolom, nem kedvelem. Jaj, ne! Lukász tartalék mazsolája! Mit tettünk? Miért is engedtük, hogy felmenjen? Miért?
biztos, hogy vissza fog jönni. Ez igaz. Csak hinnünk kell benne. Ó, de nem tetszik ez a hang. Hello, a nevem Lukás. Felmegyek. Tudod, te aztán jó hangosan csipogsz. Bárki is vagy. Hé, nem ismerlek? Madár, beszorultál? Maradj csak. Te aztán nyakig benne vagy a... Lukás! Nos, hallottál valamit? Száncsapkodást. Egyre közeledik. Nem hinném, hogy Lukás ilyen hangokat adna ki. Sziasztok! Minden tiszta por fent. Ugye, madár? Lukás, biztos, hogy jó ötlet egy madarat behozni a házba. Igazából ő engedte be magát. Azt hiszem, beesett a kéménybe és beragadt a lába. Ez megmagyarázza a fura zajokat. És az eldesést. Végig tudtam, hogy egy madár az. És hogy fogjuk kijutatni innen a madarat? Valakinek meg kell mutatnia neki az utat. Tudod, eddig nem is vettem észre, hogy milyen aranyos madár vagy. Milyen aranyos madárka? Ki az aranyos madárka? Ugyulú-bugyulú. Madár, neked ez tetszik? Ugyulú-bugyulú. Ó, a madár meg akar ölelni téged. Azt hiszem, tényleg kedveli avokádót. De én nem kedvelem a madárölelést. Au, az a farka! Hát, végül is avokádó megmutatta a kijáratot. Lukás a pók. Szia, Lukás vagyok. Boldog Bajácsonyt. Otthon, édes otthon. Lukás, állj! Mi az, Findli? Érzed ezt a szagot? Nekem nincs orrom. Olyan az illata, mint ami finom. Akkor mostantól az orrod vezet minket. Erre! Ez nem az. Hát itt meg mi történt? Anyu és apu Bajácsonynak hívják, és nagy számnak tűnik. Annyira különleges. És megint itt az a finom szag, Lukás. Nem abból az ízéből jön? Ez a ház annyira finom. Még sosem kóstoltam ajtót ezelőtt. Fenséges. Mi újság? Rajtam kívül. Egy ilyen nyugodtan, Bodi. Rengeteg ízletes házrész van. Úgy lesz, ha nem bánjátok. Nagyon jó. Micsoda időket élünk. Ehető házakat csinálnak. Jól vagyok! A hasam tompított. Ez a legjobb nap volt! Úgy érzem, hogy mindjárt kipukkanok. Megyek is alszom egyet. Ez jó ötlet.
Jó ét, Findli! Olyan, mint a ketten lennénk! Jó ét, Finihász! Holnap találkozunk. Muszáj innom egy kis vizet a házra, amit tettem. Sokkal jobb. Ó, talán még egy falat belefér. Mi történt? Rosszabbul néz ki, mint ahogy itt hagytuk. És már nincs az a bizsergető érzés többé. Talán helyre tudom hozni. Ne, az nem lehet! A reggelim! Ez nem lehet! Uhuhu. A Fini házat megcsinálták! Reggeli! Ha? Au! Ez meg mi? Gőzöm sincs! Au! Tudok átmenni. Olyan, mint egy varázslatos, áthatolhatatlan, megerősített extra szuper duper erőtér vagy mi. Egy szavát sem értettem. Boldog bajácsonyt! Nézzétek, mit kaptam! Ő aztán szeret ajándékot bontani. Szerintem ezért hívják bajácsonynak. Pontosan erre vágytam. Én meg erre a házra vágytam, de nem kaphatom meg. Nézd csak oda! Sütike! Bárki is ette, hagyott nekünk. Milyen kedves! Az! A bajácsony kedves önnek. Hé, srácok! Csatlakozhatok? Persze! Szolgáld ki magad ezekből a sütikből. Úgy lesz, ha nem bánjátok. Most már mindenki bajácsonyozhat. Valami azt súgja, engem fognak okolni ezért. De imádom a sütit. Boldog bajácsonyt! Thank you.